Innentől gurulunk.
De azért ide jöttünk, azt mondjuk. Ez a vasútnak mindig, amikor van egy történése, egy megindulása, az egy mutatott mindig előre egy irányt. Azt, hogy ebbe a térségbe is, amikor ez a vasút megépült, sőt később, amikor hozzácsatlakozott a vizérkomlós Királyhelmecig menő és kiépült keskenyomkőzű MÁV vasút. Tehát bekapcsolódott ez a vidék is úgy a ország vérkeringésébe, hogy kicsit kitekintés, könnyebb volt eljutni ide, hiszen ez a vasút sose csak terszállításra szolgált, hanem mindig szállított személyeket is. Én magam is ezen a vidéken nőttem fel, idevalósi vagyok. Még emlékszem gyerekkori nosztalgiámra, hogy itt reggel ez a kis vasút, ezek a kis mozdonyok, már az én időmben is dízel volt, nem gőzmozdony, mint anno. Felhúzták a teherkocsit, felhúzták a személykocsit, és akkor délben jött a kalauz, kieresztette a féket, és elindultak lefelé, és akkor a megállóba megállt, behúzta a féket, és gurult lefele. Mindenféle eszköz nélkül, hiszen ez a vasút úgy épült, hogy görpályának épült. Tehát magyarul a gravitáció és a lejtéssel, illetve ugye a lejtés pálya lévén szépen legurult. És nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek nekem is rajta utazni. Természetesen, amikor délután este jött le, megrakva a pákkal a nehéz teherkocsik, azokon már keményen ott volt a gépes, a mozdony, akinek ugye erre is figyelni kellett. Tehát ez az idő is elmúlt, hiszen a erdélyi vasút mellől elfogytak a fák egy része, szép, de ennek ellenére azt mondom, hogy ez a Kemencepataki völgy a vasúttal együtt az ország egyik legszebb völgyén megy fel, és a legszebb pályáján, főkaput érintve, alagutat, tehát sok olyan élményt nyújthat a távolról, messziről jövőknek, akik ide eljönnek, hogy maradandó élmény marad, és gondolom nagyon szívesen térnek vissza. Jó magam is, akármennyire idevalósi vagyok, és velünk együtt az idevalósiak is, nagyon sokszor utaznak ezen a vasúton, nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekeikkel, a fiatalokkal felülnek. Van, aki ugye nosztalgiából, hát már lassan én is, ugye fehéredik a hajam, már lassan az unokákkal kell majd felülni, remélem, és akkor is lesz. Hiszen ez a vasút azért volt ennek egy rövid 1980-tól 89-ig egy rövid szünete, amikor ugye itt a nagy megszüntetési hullámba belekerült a MÁV-nak a keskenyomkőzű vasútja is, és akkor a miénket ilyen csipkerózsika álomba helyeztük, mert mi nem megszüntettük, csak üzemszünetet rendeltünk el rajta, és 9 év után 1989-ben indult újra ez a vasút, itt már kimondottan közjólét és turisztikai céllal. Hiszen az embereknek ebben a rohanó világban egyre inkább igénye lett az, hogy megyek én a metróval, megyek én az autóval, de azért ilyen kis vonattal utazni azt nem mindig és nem sokszor lehet, és erről lehet sokat látni, és szebben látni az erdőt, a völgyet, hegyeket és a réteket.
Tehát ez egy olyan programmá vált, amit egyre sokkal jobban vesznek igénybe és kedvelnek a erre járók az Emplénnel együtt, hiszen az Emplén elég messzi van az országtól, és a közlekedés még ma is elég húzos, hiszen több mint 300 kilométert ide leutazik, akkor látni is akar. És én nagyon örülök, hogy ma is ilyen sokan összejöttek erre a vasútra, emlékezve is kirándulni itt a mi szülőföldünket megnézni, hiszen ez a táj, ez még érintetlen. Nem véletlen, hogy ugye Magyarországon egyik legtöbb úgynevezett védett terület itt van kijelölve, hiszen itt az itt élő emberek, az itt élő erdész őseink mindig úgy gazdálkodtak ezzel a tájjal, hogy a lehető legkisebb sebet ejtsék a tájon, és az erdőket a természetes módon újítsák meg. Hát ez a vasúthoz, ez is hozzátartozik, hogy ez ilyen táj, és ez a vasutat is erdészek építették, erdészek üzemeltetik a mai napig. Tehát az erdészember azért ez mindig amellett, hogy miért, mert miért műszaki egyik oldalról, és én azt mondom, mint mi erdészek, büszkén valljuk is azt, és merjük is azt valami a mai világban, hogy úgy kell az erdőket nevelni, amiben az értékeket meg kell őrizni természetes úton, és a vasút is egy olyan érték, ami a múltunk egy darabja is meg kell őrizni, de azért nem kell arról elfelejkezni, és nem kell szégyelni, hogy a fára is szükség van. Mindig azt szoktam mondani, nagyon sokszor zöldekkel beszélgetve, és mondja, hogy ő kitette és megvédett egy darab fát, és mondom, otthon miből van a bútorod? Csőbútorod? Á, nem, ő szereti a fát, és neki fából van. Hát akkor ha megvédsz minden fát, akkor hogy lesz neked bútorod? Tehát a kettőt össze kell egyeztetni, és azt hiszem az erdészek erre tettek eskit, és ezt vállalták fel, hogy a természetszerű erdők legyenek, de a végfolyamatban azért ne hagyjuk ott rohadni a fát, mint valamikor az őserdőbe, hanem a végfolyamatban vegyük ki és bocsássuk a társadalom rendelkezésére, hiszen ez egy lebomló, újrahasznosítható anyag a fa, míg a műanyagok, ugye egy időben a műanyag lambériától elkezdve mindenféle dolgot kitaláltak, és bizony azt, ha megunja az ember, kiteszi, hát nem biztos, hogy ugye az lebomlik. A fát azt akár eltűzele, akár kint hagyom is az elkorhat, tehát a természeti körfolyamokba újra visszakerül. És amikor ezen a vasúton utaznak, akkor a szépség mellett azért erre is gondoljanak, hogy Magyarországon, hál' Istennek, egészséges és szép erdőink vannak, és ezek az erdők szépek is maradnak, és természetszerűek is maradnak, akkor is, ha még néhol látnak egy-két darab fát kivágva. Ez is a minnyájunk, az ember érdekében van. Én kívánom, hogy jól érezzék magukat itt ma, sok élménnyel gyarapodva térjenek vissza haza, és ha kell, máskor akár egy hosszabb túrátra is eljönni ide. Hiszen hál' Istennek ez az Emplén térség idegen forgalomból felfejlődött úgy, hogy ma már megfelelő szálláshelyek, étkezési, közlekedési lehetőségek megvannak, és a természet azért érintetlen. Én kívánok a mai napra mindenkinek jó szórakozást, és még egyszer köszönöm, hogy eljött. 89-ig a vasúti Csipke Rózsi Pálmát aludta, miután üzemszünetet rendeltünk el. A 100 éves évfordulóra szerettük volna újra üzembeállítani, azonban egy évet késtünk, tehát így 1989-ben a 101. évfordulón indult újra a vasút. Minden feltétel teljesítve volt, de nem rendelkeztünk akkor mozdonyvezetőre. Ekkori megkeresésünkre jelentkezett Tojanovszky Bertalan, aki már nyugdíjasként az egész építést és a személyszállítás beindítását lebonyolította. A pálházai üzemvezetőséggel úgy döntöttünk, hogy ezentúl, akik a vasútért sokat tettek, minden évben valamilyen formában megünnepeljük. A most a választásunk az előbb elmondott indokok alapján esett Tojanovszky Bertalanra, a másik indok pedig az, hogy ő a jelenlegi legidősebb pálházai vasutas. Berci bátyám, a jó Isten tartson meg még sokáig körünkben egészséggel. Köszönöm.
örültünk neked! De Hari! De Hari! Ez visszajár! Igen! Pont a legnagyobb fotós gyalogról belevág egy. Kapcsi van. Készülünk. Most jön meg? Ebből egy kocsi lemarad. Hát van érdekes tolatot. Halló, tessék! Akkor látszom a fejét. Szólj majd, ha kész vagy. Maradj ott, itt vagyok! Maradj ott! Maradj ott!
gyere, megdumáljuk.